Engem mi tiszteletem, kedves barátaim, kedves emberek, kedves nézőim, én Oszkár vagyok. És hoztam nektek egy ilyen unboxing jellegű videót. Vettem egy G635-ös mikrofonos fejhallgatót, gamer fejhallgatót. Néz ki. Nem tudom, mennyi látszik. Az a baj a 6-os GoPro-nál, hogy ott még csak egy ilyen sima visszaszámlálás LCD kijelzőt lehet látni erről az oldalról, tehát majd az új GoPro, amit majd hát valamikor fogok megvenni, ez valószínűleg a 10-es lesz, ott már van egy ilyen előlapi kijelző is, tehát látom azt, amit felvesz. Így most nagyjából tudtam csak beállítani a szöget, tehát biztos, hogy benne vagyok, csak az, hogy mennyire, azt nem tudom. Na mindegy, ugye nekem volt ez a, vagy hát van még mindig ez a régi Logitech G35-ös mikrofonos fejhallgatóm, amit nagyon imádok, nagyon szeretek, és teljesen meg vagyok vele elégedve, meg is voltam vele, csak már hát eléggé öreg, ugye kopik itt-ott-amott, a fejpánt részt az gyakorlatilag már ki kellett cserélni, mert folyamatosan így hámlott, és hát azt vettem észre, hogy egy-egy használat után tiszta, hát ilyen kis bőr darabkák voltak a ruhámon, meg össze-vissza. Egyébként egy sima USB-s fejhallgatóról beszélünk, tehát ugye az adatot is ezen keresztül továbbítja a számítógép felé, PC felé, illetve az energiát is ezen keresztül kapja. Hát szóval egy kicsit már úgy előregedett, szegény, ütött, kopott, poros, de jól működik teljesen. És mivel hogy ezt 2014 környékén vettem, hát majd lehet, hogy kiírom a képernyőről, hogy egész pontosan mikor lett ez megvéve, de azt tudom, hogy viszonylag, hogy 2013-ban, szóval még viszonylag a csatornám kezdete környékén. Tehát emlékszem, hogy eleinte sokat szórakoztam, sokat szenvedtem azzal, hogy jó a hang, hogy nem jó, hogyan kéne mikrofont beaktiválni, meg hogy hogyan halljam a hangot, és akkor hát a nagyon régi nézőim még talán emlékeznek rá, hogy volt már egy ilyen régi fejhallgatóm, amit ugye berúgtam a gépbe, és ugye a nyakam, ugye a hátam mögé lógattam be a kis hangszóró részt, és azon keresztül hallottam a játékot, de a mikrofon az meg máshogy volt megoldva. Na mindegy, a lényeg az, hogy úgy döntöttem, hogy nem szarakodok tovább, veszek egy rendes mikrofonos fejhallgatót, ami YouTube-ozáshoz, meg broadcasteléshez, meg Steam Discordozáshoz tökéletesen jó, és hát ez be is vált, tehát immáron ezt, tehát legalább már a 7. éve, hogy használom, de inkább lehet, hogy már a 8. is. Szóval teljesen jó, működik, jó állapotban van, nem tört el, csak szeretném nyugdíjazni, mert mivel még most működik, így szépen-szépen elrakom, letisztogatom, stb. És hát a régi cuccak közé elrakom. Tartaléknak sem lesz egy utolsó, ugyebár. Másfelől, hát én egy kicsit ilyen szentimentalista vagyok, hogy hát ezzel kezdtem a YouTube-ozás, stb., hogy nem menjen tönkre, meg mit tudom, hogy ilyen emlékbe elrakni, tudod, jellegű dolog. Na, úgyhogy ezt nyugdíjazom szépen ezt a kis aranyos szerkezetet. És hát most nem akarom mondani, hogy jártam egy bizonyos márkával. A lényeg az, hogy rendeltem egy fejhallgatót, mikrofonos fejhallgatót, ugye elég jó, kedvező áron, 20 pár ezer forintért, és hát egy rakás kaki lett. R betűvel kezdődik egyébként a márka, de nem kell találgatni a kommentmezőben. Hát gondolom sejtitek, hogy melyik márkáról lehet szó. Úgyhogy hát most hát úgy néz ki, hogy visszakapom a pénzem, még nem biztos, most a futár visszavitte a terméket, ugye, tehát egy ilyen pénzvisszatérítési dologba beleugrottam, úgyhogy remélem, hogy visszakapom a pénzemet, és hát soha többet R-betűs terméket nem fogok rendelni. De és úgy döntöttem, hogy hát hogyha már akkor veszek egy kicsit komolyabbat, egy picit mélyebben a pénztárcámba nyúlok, de maradok a márkánál, ugye a Logitechnél, ez már eddig bevált, minden fasza. Legalább annyit biztos, hogy fog tudni szerintem, mint a G35. Ugye ugyanaz a család a G635, tehát ez több generációval fejlettebb. Vezetékes, azt mondja, hogy 7.1 LightSync Gaming Headset.
Ez jó tulajdonképpen PC-hez, PS4-hez, Xbox One-hoz, Nintendo Switch-hez, mert ugye van benne 3,5 mm-es jack kábel is, tehát nem csak USB-n keresztül lehet, ha minden igaz, kapcsolni, ha bár nagyon utána kellett néznem, mert volt olyan márkájú, ami USB-n keresztül nem, csak Jack Duo-val lehet hozzákötni a géphez, és nekem kifejezetten az USB-sre volt szükségem, mert nekem hát elég régi a számítógép összetétele, szóval hogy mondjam, vannak olyan alkatrészek benne, mint például az alaplap is, ami már több mint 10 éves, és az érintkezője egyszerűen szar, a Jack Duo. És ezért értem át USB-re, hogy hát azért USB bemenet az több is van a számítógépen, legalább egy, ha van jó, akkor legfeljebb egy elosztó segítségével generálok többet. Na mindegy, lényegtelen. Hát itt most mondhatnám a paramétereket, de szerintem akit érdekel, az úgyis utána néz. És szerintem bontjuk is ki. Jó, úgy akarom nyilván kibontani, hogy ne sérüljön nagyon. Úgyhogy szerintem akit most felgyorsítom ezt a jelenetet. Na és ha minden igaz, akkor itt van a picike benne. Haha, itt van. Szaglal nem rossz. Kapunk hozzá egy ilyen kis leírásszerűséget. Ennyi. Thank you for choosing to play with Logitech G. Köszönjük, hogy a Logitech G-t választotta. Okay, szívesen. Aha, ebben vannak a kábelek. Mindjárt nézzük. Nagyon kíváncsi leszek, hogy mennyit lehet ebből majd látni utólag. Itt van a fejhallgató maga. Van egy ilyen kis címke, ilyen ragadós. Ebben azt hiszem, hogy talán több dolog nincs. Igen, itt van egy ilyen leírás hozzá. Hát egyébként annyira egyszerű tényleg, hogy a G35-ös is belúgtam, és már kész működött is. Már a Windows 7-es is egyből megtalálta a szükséges drivert hozzá, hát a Windows 10 az meg abszolút. De van egyébként hozzá egy külön szoftver, amit érdemes feltelepíteni. Na, de most ezzel nem húzom az időt, de ja, tehát egyébként igen, ennyi, hogy be kell dugni. Jó. Na, milyen kábelek vannak hozzá ugye? Tehát van a Jack Duo 3,5 mm-es. Látod? Hogy nem. Ez engem nem érdekel különösebben. És a PC csatlakozás, ez a lényeg. Tehát itt egy mini USB. Ez megy a fejhallgatónak a fenekébe, hogyha minden igaz. És a másik vége az meg a hagyományos USB dugó. Nekem erre lesz szükségem. Ezt is úgy szeretném, hogy... Hát ugye most már nagyon szem előtt kell tartani tényleg azt, hogyha valami reklamáció van, vagy ilyesmi, akkor a lehető legjobb állapotban tudjam visszacsomagolni, hogyha úgy van. De mondjuk ebben nem hiszem, hogy csalódni fogok. Na csak ez is érdemes nagyjából kulturáltan felbontani a dobozokat. Igen, hát ez elég ide van ragadva. Ez az. Tudod? Na nézzük magát a izét akkor most már. Fejhallgatót. Nagyon profi unboxing videó. Ilyen oszkáros jellegű. Hát tudnám én ezt profira is csinálni, csak minek. What for? Hogy van ez? Ja, megvan már. Ha megvan már. Csúsztatni kell. Kicsit fiú. Vinni. Kicsúsztatjuk. Vinni. Na, itt van. Hát igen, ugyanúgy van egy ilyen kis párnás rész. Igen. Ja, és érdekessége, hogy ez itt világít. Tehát itt ez a rész, ez itt világít. Mind a két oldalon. Meg itt talán ez az oldal része is, igen, ez is világít. Hát én ezt egyből ki fogom herélni, én nem szeretem azt, hogyha világítanak a cuccaim.
de be lehet állítani mindenféle szín, meg pulzálás, meg tököm, hogy ilyen buzis dolgokat. Na és akkor itt szépen ezt így megnöveljük. Jó, elég masszív. És ugye teljesen ilyen over-ear jellegű a belső, tehát a fülemet rendesen elnyeli, úgymond, és a külső zajokat jól kiszűri. Hát már a régi G35-ös is olyan volt, hogy sörétessel lövöldözhettem volna, akkor se süketülök meg mellette. Ja, vannak ilyen programozható gombok ezen is, akár csak a régin, 1-2-3. Ezeket a szoftver segítségével be lehet állítani. Hát különböző parancsgombok igazából, elég sok mindent rá lehet. Ugye itt a hangerő szabályzója, görgője van neki, akkor a mikrofont lehet mute-alni, tehát kikapcsolni. Igen, itt jelzi azt, hogy most PC módban van-e, vagy 3,5 mm-es jack, tehát hogy hogyan van hozzákötve az adott hardwarehez. Ugye, hát alapból PC-n van, most átállítottam 3,5-ösre, de most visszaállítom PC-re, nyilván én ezt nem is fogom csesztetni, mert én ezt alapvetően csak a számítógépemmel akarom. Ránézésre jó kis masszív. Igen, és akkor itt van az alján a csatlakoztatási lehetőség. A jack, meg a mini USB. Fel is veszem, ugye megnézzük, hogy milyen. Igen, itt jelzi is, hogy igen, ez a left, ez meg a right. Tehát akkor így, elméletileg így kell felvenni. Fú. Jónak tűnik. Ide még egy picit több anyagot rakhattak volna, megmondom őszintén, szóval nem azt mondom, hogy nyomja a fejemet, egyáltalán nem mondtam ilyet. Csak úgy hosszú távon lehet, hogy ez még problémás lesz. De amúgy igen, tehát ide egy picit vastagabbra csinálták volna több anyagot, de mindegy, biztos jó lesz, hogy nagyon jó.